Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Vállalkozások és Vásárlók című műsorunkat látják. Csanádi Károly vagyok, a műsor házigazdája. A mai témánk öngondoskodás a KKV-szektorban. Vendégünk a stúdióban dr. Kissé Ervin pénzügyi tanácsadó, igazságügyi szakértő. Köszönöm, hogy elfogadta a műsor meghívását, kedves igazgató úr. Köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Köszönöm szépen. Hát kedves nézőink, az október 26-i műsorunkban foglalkoztunk ugye a generációváltással, és az azóta eltelt időszakban élénk érdeklődés kísérte egyes nézőink körében ezt a témakört. Ezért nagyon röviden, de szeretnék visszatérni erre a témára. Hát azt gondolom, hogy talán azzal kellene kezdenünk, hogy a generáció fogalmat tegyük helyre. Tehát a generáció az egy latin eredetű szó, és nemzedéket jelent. Tehát a nemzedékbe azonos vagy közel azonos korosztályú személyek tartoznak. És amikor mi generációváltásról, azaz magyarul nemzedékváltásról beszélünk, akkor arra kell gondolni, hogy egy bizonyos nemzedéknek leszármazói vannak, utódai vannak, és ezek az utódok képezik a következő nemzedéket, és akkor, ha át akarjuk adni a KFT-ben lévő szerepünket ugye az utódoknak, akkor generációváltásról beszélünk, és olyan életkorú személyek kellenek hozzá, akik valóban származhattak ugye a nyugdíjba vonuló KFT ügyvezetőjétől. Hát példát szeretnék rá mondani, negatív példát is, azzal kezdeném talán, hogyha a 65 éves nyugdíjkorhatárt elérő ügyvezető helyett 60 éves, egyébként megbízható, rátermett, tehát semmi probléma nincs vele, személy veszi át az ügyvezetői tisztséget, és válik tulajdonossá, akkor nem generációváltás történt a cégben, hanem egy személycsere. És ugye, mint az egyik ilyen nézőnk említette, hogy 4-5 év múlva ugyanaz a probléma ismétlődik a gazdasági társaságban. Viszont hogyha a leszármazók közül veszi át valaki a cégnek az irányítását, aki történetesen 40-45 éves, akkor ott már lehet szó egy másik generációról. Ugyanis az egyik generáció az előzőtől származik, annak az utódja. Hagytam-e ki valamit, igazgató úr? Nem, nagyon jól összefoglalta. Tehát a generációk, hogy elmondta, nemzedékeket jelentenek, ezt úgy szoktuk, XYZ generációk, illetve most már alfa generációt is emlegetünk. A generációváltás az tényleg az, hogy egy X generációs tag helyébe belép, teszem föl egy Z generációs, vagy egy, most már alfa generációról is beszélünk, egy alfa generációs személy. Hát ezt az egész válaszadás, meg a témát nem szerettem volna a generáció elmélet felé eltolni, mert ugye ez egy másik műsor lehetne akkor. Én azt gondolom, hogy ha a vállalkozások azt megjegyeznék, hogy generációváltás akkor történik, hogyha utód, lehetséges utódok veszik át a tisztséget, vagy ők válnak tulajdonossá. Tehát így értelmezhető, azt gondolom. Na most a érdeklődők közül, illetve a nézők közül volt, aki rákérdezett arra, hogy az egyéni vállalkozónak a generációváltásos problémájáról nem szóltunk, ugye az előző műsorban csak a cégekről beszéltünk. Hát én mondtam a nézőnek, hogy az egyéni vállalkozó, hát sem a jogállása, sem az ő vagyona, ugye az nem piacképes. Tehát azért beszéltünk a cégeknél erről, mert a cégeknél lehetséges, ugye, különböző, tehát hogy cégeladás, hogy a helyébe lép az utód, az egyéni vállalkozó szinte alanyi jogon lehet ma Magyarországon. Ha rendelkezik a feltételekkel, akkor tulajdonképpen el se lehet utasítani. Na most ez az egyik ilyen probléma, ami felmerült. A másik az, hogy hát megkérdezte a hölgy, hogy aki feleségként érdeklődött erről a kérdésről, hogy adott esetben ő ugye átvegyelje, tehát van-e értelme annak, hogyha a férjével valami történne, beszélt a betegségről, de most ezt nem részletezném, hogy van-e annak értelme, hogy ő átvegye a vállalkozást? Attól függ, hogy milyen profilról beszélünk. Tehát ha egy olyan szakipari tevékenységről beszélünk, amelyben teljes mértékben csak a férje volt benne, és a hölgy pedig abszolút nem
professzionalitása az a tevékenység, akkor az átvétel egy jelentős kockázatot jelent, hiszen ő nem szakmabeli. Őneki nincs jártassága abban a tevékenységi formában, nincs szakértelme azon a műszaki területen. Hát villanyszerelő szakmáról volt szó, ezt elmondta, és arról is beszélt, hogy egy állandó alkalmazottja van a férjének, tehát jelenleg még működik ez az egyéni vállalkozás, és akkor vett fel további munkaerőket, vagy adott meg, tehát készített megbízási szerződést, hogyha olyan munkát tudott elvállalni, ami több személyes, tehát nem voltak elegendők hozzá ketten. És azt mondta a hölgy, hogy ő nagyjából a tevékenységet ismeri, de szakértelme nincsen hozzá. Tehát ilyen feltételek mellett, hogy érdemes ebbe belevágni, vagy ez eleve nagy kockázattal járó dolog. A bizalmi alapot kell megnézni, hogy az a feleség és az a dolgozó, aki a cégnél van bejelentve, vagy a vállalkozásnál van bejelentve, közöttük milyen a bizalmi viszony. Ha a bizalmi viszony korrekt, megbízható, akkor vágjanak bele, nézzék meg, hogy működik-e ez egyáltalán. Ha a bizalmi alap nincs meg, akkor a kockázati teher, a kockázati tényező nagy mértékben meg fog nőni. Na most tehát nagyon ki lenne akkor szolgáltatva egyébként a szerelőknek, hogyha szakértelem nélkül elvállalja. Tehát azért ez benne van a, persze, benne van a kalapba, ugye? Igen, hát beszélünk garanciális hibákról, beszélünk olyan hibákról, amik előfordulhatnak a tevékenységből kifolyólag. És hogyha az a dolgozó egyszer csak úgy gondolja, hogy ő már nem dolgozik tovább ennél a vállalkozásnál, másnap fölmond, akkor a hölgy mit fog csinálni ezekkel a garanciális hibákkal? Kinek fog megbízást adni, hogy ezeket javítsa ki? Persze megteheti egy másik vállalkozónak, csak ott a költségterheket kell megnézni. Jó, hát akkor ugye azért nagyon határozottan azt nem javasolnánk, hogy a hölgynek, hogy vállalja hát ezt a vállalkozást, éppen a kockázati tényezők miatt. Na most viszont volna olyan módszer, vagy lehet olyan módszer találni, hogy az egyéni vállalkozás piacképessé tehető. Milyen módszerre lehet oda eljutni, hogy piacképes legyen? Ha ez az egyéni vállalkozás rendelkezik egy potenciális ügyfélkörrel, amely stabil, meglévő ügyfélkör, és a tevékenységben van prosperáció, van benne további lendület, van benne további lehetőség és forgalom növekedés, akkor ilyenkor meg kell fontolni, hogy az egyéni vállalkozás átalakítható-e esetleg KFTV vagy BTV. Ha átalakítható, akkor egy átalakítással piacképessé lehet már tenni ezt a korábban egyéni vállalkozást, ma pedig már jogi személyként működő KFT-t. Annak már teljesen más a megítélése a társadalomban, teljesen más a piaci értéke. Hát a műsorunk ugye az november 23-án kerül adásba, és hát nyílnak a karácsonyi vásárok, és 10 nap múlva, vagy december 3-ától pedig kezdődik az advent. Hát emlékeztető, ugye mutatunk egy ilyen gyertyás képet, hogy lila és rózsaszín gyertyákból áll a kollekció, ugye akkor lila gyertyával indulhat az adventi gyertyagyújtás december 3-án. No, de lényegesen fontosabb dologról szeretnék szólni a kedves nézőknek, hogy milyen fontos fogyasztóvédelmi tudnivalók vannak, amit szem előtt tartanak. Hát az egyik a jótállás. Tehát a jótállás szabályai megváltoztak, ma már sávosan működik, 100 000 forintig a jótállási idő egy év, 100 000 és 250 000 forint közötti értékig két év, és 250 000 forint feletti értéknél 3 év a jótállási idő. Tehát akkor sávos, és ehhez ragaszkodjanak, és van még egy nagyon érdekes dolog, ami hasznos is adott esetben, az elektronikus jótállási jegy. Tehát mint egykori fogyasztóvédő azt szoktam mondani, hogy ezzel az elektronikus jótállási jeggyel ugye kivéthető az, hogyha tartós fogyasztási cikket veszünk ajándékba valakinek, akkor nem kell utólag mellé tenni a számlát, hogyha netán javításra kerülne sor. Hanem ezt lekérdezik, ezt a jótállási jegyet, és az nem tartalmazza az árat. A kellékszavatossági jogoknak a körében a sorrendről szerezhetnek tudomást a kedves nézők. Hát ez a sorrend, ugye nagyon röviden, csak címszavakban mondom, ugye a kicserélés, ha a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, illetve még előbb mondom a kijavítás. Tehát ha lehet javítani, ugye akkor nem cserélnek. A második szint ugye a csere. A harmadik az, hogy árengedmény, árleszállítás. Tehát ilyen konkrét példák is vannak, hogy mondjuk
esztétikai probléma, hogy a termék működik, alkalmas rendeltetésszerű használatra, de valamilyen esztétikai, behorpadta a hűtőszekrény például. És akkor az utolsó eset az, hogy a vételár visszatérítése. Na most van még egy fogalom, a termékszavatosság, amivel jó, hogyha megismerkednek. A termékszavatosság az arra jogosítja fel a fogyasztót, hogy közvetlenül a gyártóhoz forduljon a problémájával. Abban az esetben lehet erre szükség, tehát ez egy tipikus eset egyébként. Ha valaki a tartós fogyasztási cikket megvásárolja novemberben vagy decemberben, de január 1-től megszűnik, tehát felszámolás alá kerül, vagy végelszámolási eljárás alá a kereskedő, megszünteti a tevékenységét, akkor ott már nem tud reklamálni, viszont fordulhat a gyártóhoz. És akkor a gyártónál, hát a gyártónál rendszerint ugye a csere az, amit lehet kérni, de a gyártó felé szokta ajánlani. Ugye a vételár visszatérítés, meg ilyen, meg árengedmény az azért nem működik a gyártónál, mert a fogyasztó nem a gyártónak fizetett. Tehát attól kérhetünk vissza pénzt, akinek mi is fizettünk. Akkor röviden ennyi. És nagy-nagy örömünkre szolgál tulajdonképpen az a jelenség, hogy ma már egyre többen töltik a karácsonyi ünnepeket, az új évet külföldön, vagy síelni mennek január első napjaiba. Tehát azért a külföldi utazásra való felkészülésről is szeretnék nagyon röviden szólni. Gondoljunk a következőkre. Bankkártyának a limit átállítása. Ha EU-n kívüli országba utazik valaki, akkor érdemes a számlavezető banknak jelezni, hogy melyik országba utazik, ugyanis előfordulhat olyan eset, hogy az Európán kívüli országból, ha ott használják a kártyát, akkor a bank ezt érzékeli, és letiltja, mert esetleg feltételezi azt, hogy illegálisan vagy nem hivatalos módon került oda a kártya. Rendelkezzünk a telefonszámokkal, a bankkártya letiltását tudjuk intézni, tehát a banknak a telefonszáma szükséges, és a külképviseletnek a telefonszáma. És utóbbihez kapcsolódva még szeretném azt javasolni, hogy a konzuli védelemre a regisztrációs lapot töltsék ki. Ugye most az elmúlt hetekben gyakran szó esett erről, hogy a külképviseletek, tehát a magyar nagykövetségek külföldön könnyebben tudnak kapcsolatot tartani az ott tartózkodó magyar állampolgárokkal, hogy ez a regisztráció megtörtént. Tehát csak előnnyel jár, hátránya nincs. És még egy nagyon fontos dolog van, a közlekedési bírságokat az EU-ban történő kiszabott közlekedési bírságokat az EU-n belül be lehet hajtani. Tehát senki ne gondolja azt, hogy nem fizette ki a helyszínen a bírságot, akkor ez majd feledésbe merül, mert a jogsegély szolgálat keretében lekérdezik az adatokat, és eljutnak a tulajdonoshoz, illetve az üzemeltetőhöz. Hát nagyon röviden akkor ennyi lett volna az az információ, amit a külföldi utazással kapcsolatosan, mert fontosnak tartottam, van nagyon sok, de több időnk el. Még egy dolgot fűznék hozzá, igen? Hogy legyen egy megfelelő utasbiztosítás a külföldi utazáshoz, főleg, hogyha síelésről van szó. Hát igen, ugye a fej és a térsérülés van a statisztikák szerint, ugye az áll az élen. Igen. Tehát akkor érdemes erre felkészülni technikai eszközzel is, meg biztosítással is. Persze sok mindent szóba hozhattunk volna, például az, ha többen mennek egy autóval, ugye mondjuk síelni, akkor ne csak egy embernek legyen jogosítványa, mert előfordulhat az, hogy akinek jogosítványa van, azzal történik meg a sérülés, és nem tudja az autót hazahozni. És senki nem tudja vezetni, mert nincs jogosítványa, vagy csak nem vitte magával. Hát akkor ennyi lett volna a bevezető rész, és akkor a fő témánk ugye az öngondoskodás. Hát próbáljuk meg értelmezni akkor, hogy ha ezt a fogalmat hallja a vállalkozó, hogy öngondoskodás, mire gondoljon? Hát először is gondoljon arra, hogy mi mindent lehet, illetve lehetne megtenni. Azért, hogy az anyagi biztonság és a egészségügyi biztonság mint olyan realizálódjon az ő életében. Nyilván mindenhez pénz kell, egy anyagi biztonság szempontjából itt a fölépített pénzről, tőkéről, vagyonról beszélünk, amit ő fölépít magának egy olyan időszakra, amikor munkaképtelenné válik esetleg, vagy egy kritikus betegségnek elhúzódó gyógyulási folyamata, vagy éppen a nyugdíjban menetel után az aranykor, mint olyan aranykorban álljon rendelkezésre megfelelő tőkeállománya. A egészségi biztonságról pedig azért kell beszélni, mert a rengeteg kockázati tényező mellett ugye az egészségünk a legfontosabb,
és egy egészségromlás, mint olyan, az nem csak kihat a jövedelmünkre, hanem az állapotunkra is, és az egészségügyi biztonságot fölépíteni ma föl lehet prevencióval, illetve nagyon klassz egészségbiztosítási programokkal. No, tehát ugye ez a legnehezebb része a dolognak, mert ha az öngondoskodás két része bontanánk, akkor az egészség megőrzés ugye az egyik oldala, a másik meg a nyugdíj, mind a kettő problémás a vállalkozói körben. Mert az első reakció az, hogy befizette a biztosítást, akkor most mi van? Igen ám, de az állami egészségügyi hálózat vagy a rendszer túlterhelt. Tehát ezt mindenki tudja. Nagyon hosszú várakozási idők vannak. Vannak olyan vizsgálatok, amelyek esetében, tehát sürgős lenne, és nem tud az egészségügyi szolgáltatónál, a társadalombiztosítási szolgáltatónál hozzáférni rövid időn belül. Tehát óhatatlanul szükséges az, hogy a magánegészségügyet igénybe vegye. És akkor a prevenció, amit ön is említett, ez is egy fontos dolog lenne. Tehát milyen lehetőségei vannak a vállalkozónak, hogy tudjon ebbe a dologba egy kicsit előbbre lépni, és tudja magát egy jobb helyzetbe hozni, mintha kiszolgáltatva lenne, csak a kötelező biztosításnak. Igen, tehát tudatosan terelve vagyunk gyakorlatilag a magánegészségügytől a privát egészségügy felé is. Tehát az állam ezt forgalmazva is, hiszen adott erre lehetőséget, hogy aki más jellegű szolgáltatást vagy egy gyorsabb igénybevételt szeretne, akkor neki a privát egészségügyhöz lehet fordulni, és kell is fordulni ebben az esetben. Az egészségbiztosításokat én két csoportra osztanám, az egyik a szolgáltatás finanszírozó, a másik pedig az esetfinanszírozó biztosítások. Mi a különbség? A szolgáltatás finanszírozó alatt értjük azt, hogyha történik egy nem kívánt esemény az egészségügyi állapotban, akkor a biztosító ráterel minket egy betegútirányítási rendszerre, és fizet minden költséget a díjcsoportunknak megfelelően, ami mögöttünk van. Szervez, bonyolít és térít. Ez a szolgáltatás finanszírozó a csoportunknak megfelelően, ami a díjcsoportunkba beletartozik, mint szolgáltatási elem. Az esetfinanszírozónál a biztosító társaság a bekövetkezett esetkor, annak igazolása után egy összegtérítést ad az ügyfél részére. Az ügyfél ezt arra használja, amire akarja, nyilván célszerű a gyógyulására használni, ezt ő elköltheti belföldön, külföldön, igénybe vehet egészen más terápiákat, igénybe vehet egy privát egészségügyi szolgáltató rendszert, akár nemzetközi szinten is. Tehát ez az összeg szabadon rendelkezésére áll, és nem kell vele elszámolnia, hogy ezt mire költötte. Most az egészségbiztosítási, vagy egészségpénztári tagság, inkább nevezzük így, ami a hivatalos neve, ez milyen előnyökkel járhat, ha ebbe a rendszerbe belép a vállalkozó? Igen, jelenleg 11 egészségpénztár működik Magyarországon. A 11 egészségpénztár különböző szolgáltatásokkal jelenik meg, és különböző költségekkel. Tehát itt érdemes szétnézni, érdemes az ügyfélnek tájékozódni a költségek és a szolgáltatások szempontjából. Nyilván nem említek meg, mert ez reklám lenne egészségpénztárakat, de az egészségpénztáraknál az egészségügyi költéseim után adókedvezményben részesülök. Ez az egyik fő momentum. De ezt az állam adja, nem? A 20% adókedvezményt az állam adja természetesen, ezt a személyi jövedelem adó terhemből írják rá a számlámra, és az elkölthetővé válik. És akkor bocsánat még annyit, hogy akkor ez mind bármelyik, a 11 közül bármelyik egészségpénztárhoz iratkozna be a vállalkozó, ha szabad így mondani, ezt az állam által ígért vagy kilátásba helyezett 20%-ot ezt megkapja. Így van, ez a törvényben így foglaltatik a 20% adókedvezmény. Hogy a 20%-ból mennyi marad, az függ a költségtől, hogy az egészségpénztár milyen költséggel működik, milyen költséggel üzemel, mert itt vannak lényeges különbségek. Meg ugye kell lenni akkor, ha jól tudom, akkor személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségnek. Tehát akinek nincs személyi jövedelemadója, az miből kapná 20% kedvezményt? Természetesen ugye? ez így van. Igen, személyi jövedelemadóból adja vissza az állam ezt a 20%-os értéket. Az egészségpénztár mellett nem csak ez a szolgáltatás, az adókedvezmény az egészségköltésekre, hanem bizonyos esetekben ad az egészségpénztár egy térítést. Kritikus betegsége bekövetkezése, 60 napot meghadott táppénz esete, baleset, csonttörés.
vannak benne sokszor családi programok is, a 3D, 4D, 5D, a babamozitól kezdve az őssejtlevételig, a időszülő elmeneteléig, tűzelemi kár is bekövetkezhet egy ingatlanban, bizonyos esetben van olyan egészségpénztár, ami ebben az esetben is térít. Tehát egy széles skálát tud nyújtani ma már egy egészségpénztár, és nagyon megfizethető, nagyon reális áron. És akkor az egyik lényege az, hogy tájékozódjon a vállalkozó, mielőtt bárkivel szerződést kötne, hogy milyen kondíciókkal működik az ő irányában ez a pénztár. Nagyon foly a műsoridőnk, kénytelenek vagyunk áttérni a nyugdíjra. Ugye a nyugdíj azért érdekes dolog, mert nyugdíjas korban mindenki azt szeretné, úgy valahogy úgy zsigerileg benne van, hogy ugyanolyan szinten éljen, ugyanolyan jövedelme legyen, mint amilyen volt aktív korában. Ugye ez eleve nem lehetséges, eleve a nyugdíj számítási rendszer nem teszi ezt lehetővé, és talán nem is lenne mondjuk igazságos. Viszont vannak olyan kiegészítő elemek, amivel lehet növelni azt az összeget, ami nyugdíjasnak rendelkezésére áll, a kötelező nyugdíjon vagy a magánnyugdíjpénztáron felül. Ugye a nyugdíjbiztosításra gondoltam, az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíj előtakarékossági számlára. Kérem, hogy akkor nagyon röviden erről tájékoztassuk a nézőinket, hogy mit jelentenek ezek, miről van itt szó. Igen, szerkesztő úr nagyon jól összefoglalta ezt a három kategóriát. Nagyon lényeges, hogy a három kategóriából összesen 280 ezer forint adókedvezmény térítést lehet igénybe venni. Megkülönböztetünk a három csatorna között, a három szolgáltatási rendszer között különbségeket. Ezek nem csak költségbeli, hanem szolgáltatásbeli különbségek is. Egy nyugdíj előtakarékossági számlának is vannak előnyei és hátrányai, mint a másik kettőnek is. A nyugdíj előtakarékossági számlánál ott érteni kell annak a működtetéséhez, hiszen az gyakorlatilag egy értékpapír számla, tehát ott az ügyfél, mint maga, kell, hogy rendezze a befektetési alapot, vagy a részvényeket, amit ő éppen választott. Az önkéntes nyugdíjpénztár azt indítható egyénileg, egyéni felhalmozással, illetve vállalati szempontból, általában kafetéri elemként szokták ezt választani. Itt van viszont egy minimum, azt meg kell, hogy említsen, hogy minimumot mindenképpen fizetni kell, hogy ne a tőkéből vonják el a költségeket. Ez általában olyan 4000 forint összeg szokott lenni a minimum, amit megjelölnek. Ez megfizethető. Ez egy teljesen megfizethető, igen. És ugye itt is adókedvezmény, mint olyan igénybe vehető. Ha vállalat fizeti, akkor van nyilván egy járulék teher, ami 33,5% körüli, ami egy adóteher, ami csökkenti az értéket, illetve a felhalmozást, mint olyat terheli. A legkorszerűbb megoldás ma már a nyugdíjbiztosítás, és nyugdíjbiztosításból akár több is lehet. Persze ennek a maximum igénybevételi határa 650 ezer forint éves díj befizetéséig 130 ezer forint adóvisszatérítés. De a 130 ezer forint adóvisszatérítés, illetve a 650 ezer forint befizetése akár több nyugdíjbiztosításból is realizálódhat. Tehát sokszor látom azt, és én is javasolom azt az ügyfeleimnek, hogy lehet, hogy ne is egyből válasszon, lehet, hogy ne is egy nyugdíjbiztosítása legyen kettő, mert akkor több lehetőséget is igénybe tud venni. Lehet, hogy a befektetési alapok szempontjából, lehet, hogy a biztosítónak a szolgáltatási rendszerei szempontjából. Tehát célszerű egy jól felépített nyugdíjbiztosítási konstrukciót ugyanúgy elemezni, ugyanúgy megbeszélni egy tanácsadóval, mint a másik kettőt. Ugye a nyugdíj, illetve a adózásra vonatkozó jogszabályok nem kerültek még jóváhagyásra, elfogadásra az országgyűlés által. Viszont egy érdekes dologra szeretnék rákérdezni. A katás vállalkozók esetében mit jelent az, hogy nyugdíjcsapda? Miről van itt szó? Igen, ezt műsoridő előtt ezt beszéltük. A nyugdíjcsapda az azt jelenti, hogy egy katás vállalkozó ugye egy speciális adózási helyzetben van, ő 50 ezer forintot fizet havonta, és gyakorlatilag 18 millió forintig tud számlázni. Viszont ő neki ez nem egy teljes év, tehát ő neki egy töredék évnek számít be, hiszen egy könnyített adózással működik, 270-275 napnak számít be, gyakorlatilag az egy év. Illetve ő neki, mivel nincs személyi jövedelemadó terhe, tehát ő nem tud igénybe venni adókedvezményt. Tehát ez a csapda. De van lehetőség. Lehetőség az, hogy a katás vállalkozó bevon egy családtagot,
és a családtaggal együttműködve építi föl a katás vállalkozó a privát nyugdíj rendszerét a családtagnak a személyi jövedelem adó teherkvótájából. Ugye ott is feltétel, hogy legyen befizetni való személyi jövedelem adója. Igen. Mert akkor tudja ezt megoldani. Az állam csak úgy, csak úgy tud visszatéríteni, ha van miből, tehát a befizetett személyi jövedelem adóból tud visszatéríteni 20% mértéket. Kedves igazgató, lejárt a műsoridőnk, véget ért. Én megköszönöm, hogy itt volt, hogy eljött, hogy tájékoztatást adott a nézőinknek, a rövid idő állt is rendelkezésre, de nagyjából azt gondolom, hogy sikerült közzétenni a legfontosabb ismereteket. Örömmel jöttem. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Kedves nézőink, én megköszönöm önöknek a megtisztelő figyelmet. Műsorunkat visszanézhetik a Fix TV YouTube csatornáján. Új műsorral 2 hét múlva csütörtökön 21:05-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!